Na most a mai alkalommal itt arra gondoltam, hogy picit ezt a CEU döntést megkapirgálnánk, ami ugye most született az Európai Bíróságnak a CEU kapcsán a döntése. Korábban már készítettem egy videót egyébként általában a magyar felsőoktatás és az unió helyzetéről, egy ilyen átfogó videót ide kirakom, gondoljátok, kukkantsatok rá. Megszületett a CEU ügyben a döntés, és azt gondolom, hogy ez egy elég érdekes döntés. Tehát érdemes megnézni, hogy akkor konkrétan mit tartalmaz, mik a bíróság érvei, és mit látunk benne. Jó, tehát jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Tehát van nekünk ez a döntésünk ugye a CEU ügyben, miről szól az egész, arról, hogy ugye olyan jogszabályi környezetet teremtettek, hogy a CEU-nak el kellett Bécsbe költöznie, ennek a részleteiben nem mennék bele, azt hiszem az előző videóban talán már elmagyaráztam, de a lényeg az, hogy ez fölmerült, hogy EU jogba ütközik-e vagy sem. Na most, hogyha megnézitek, akkor ebben az esetben ugye az Európai Bizottság alapvetően a belső piaci szabályok megsértése miatt indított eljárás Magyarország ellen. Tehát nem feltétlenül az akadémiai szabadság vagy az egyetemi rendszer miatt, azért, mert ugye abból indulnak ki, hogy az uniónak ezekre nem feltétlenül lenne hatásköre, vagy csak nagyon szűk hatásköre lenne. És hát ebből eredően inkább azon az alapon indítottak eljárást, hogy Magyarország megszegi az unión belül a szabad szolgáltatásnyújtás, szabadságára vonatkozó szabályokat. Egy. Kettő, hogy ráadásul emellett ugye az egyik nemzetközi egyezménynek is a szabályait, ez a GATS, ez a nemzetközi egyezmény, ami alapvetően egy ilyen általános szolgáltatás nyújtásra vonatkozó egyezmény, amit a WTO keretein belül, tehát a kereskedelmi világszervezet keretein belül hoztak. Na most ez olyan érdekes lehet, mert szerintem, hogyha én hallgatnám és kívülálló lennék, azt gondolnám, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, nem? Tehát mi van ebben a GATS-ban egyáltalán, és ez miről szól? Ugye a kereskedelmi világszervezet az arról szól, hogy építik le a kereskedelmi akadályokat, egyre szabadabb a kereskedelem, különböző egyezményeket hoznak, mondjuk az egyik alap egyezmény ugye ez a GATT, ez az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény, de egyébként mellette hoztak ugye a szellemi alkotásokra, a szabadalmak, stb. És hát ez a sok-sok egyezményből, ez az egyik, ami pedig kimondottan a GATS, ami pedig a szabad szolgáltatás nyújtásra vonatkozik. Na most, hogyha megnézzük, akkor itt ugye ez azt mondja ki, hogy az részes államok azok szabadon nyújthatnak szolgáltatást egymás államaiban, és tulajdonképpen ennek a GATS-nak az EU tagállamok, illetve maga az EU is része. És tulajdonképpen ezért vették elő legerősebben Magyarországot, hogy ez gyakorlatilag azzal, hogy a CEU-t azt kiüldözi, azzal tulajdonképpen szembe megy ezekkel az általános nemzetközi kereskedelmi sztenderdekkel, és ez alapján ez EU jogot sért, tehát az EU jognak is egyébként sérti a belső piaci szabályt, pontosabban bizonyos szabályokat, amik a szabad szolgáltatásnyújtásra vonatkoznak, illetve ezt a GATS-ot is érti. Jó, lényeges kiemelni, hogy bizonyos közrendi okok alapján egyébként a szabad szolgáltatásnyújtást lehetne korlátozni, csak hát ezek a közrendi okok ebben a CEU esetben nem állnak fenn. Tehát azt mondja ki az ítélet, hogy a magyar kormány nem tudta bizonyítani azt, hogy létezne olyasfajta ilyen nyomós közrendi ok, ami alapján kint kéne tartani mondjuk egy ilyen amerikai egyetemet a magyar piacról. És egyébként ebből vezetik rá aztán azt, hogy miután így lehet EU jogot alkalmazni rá, ezért az EU alapjogi chartáját is alkalmazzák, amiben ugye benne van a művészet és a tudomány szabadsága, ugye azt mondják, hogy a művészet és a tudományos kutatás szabad, a tudományos élet szabadságát tiszteletben kell tartani. Jó? De ezt már csak akkor vezethetik le, hogyha valamilyen módon az egész sztorinak valamilyen köze van az EU joghoz. Na jó, eddig volt ugye a hegymenet,
És akkor itt jön az, hogy mit gondoljunk erről. Tehát én ma olvastam egy cikket, megmondom, hogy én elég fölháborodtam, de aztán utána rájöttem, hogy ez egy érdekes írás, ami úgy összeszedi teljesen más oldalról ezt az egész problémát. Azt mondja, hogy egyrészt a látni kell, hogy most megváltozott az uniós bíróság joggyakorlata, ugyanis ezeket az általános nemzetközi kereskedelmi egyezményeket, pontosabban leginkább egyébként a WTO-n belüli egyezményeket, ezeket nagyon sokszor azt mondta, hogy ezek nem alkalmazhatóak közvetlenül, most viszont közvetlenül alkalmazzák. Hogy az uniós jog alapján az esetek jó részében ezeknek nincsen közvetlen hatálya, ami alatt azt kell érteni, hogy mondjuk bíróságokon nem feltétlenül felhívhatóak. Tehát azért a korábbi joggyakorlat az jó részt ez volt, és ugye azt is mondják, hogy ez valamennyire úgy tűnik, hogy megváltozott ebben az esetben. Ez nem feltétlenül van így. Fontos tudni, hogy az ítéletben benne van, hogy itt azért hozhatták meg ezt a döntést, és azért mondták ki azt, hogy a GAC-nak ez a szabad szolgáltatás nyújtásra vonatkozó részének közvetlen hatálya van, és közvetlenül alkalmazhatjuk itt a CEU ügyben, mert azt mondták, hogy itt nem arról van szó, mint ami a többi esetben, hogy valamilyen uniós jogot kellene félretenni, hanem itt pont, hogy a GAC az erősíti egyébként az uniós jogot. Hogy most ez vajon mennyire meggyőző érvel, és mennyire nem az más tészta, de itt nem arról van szó, hogy egy nemzetközi egyezmény próbálná gyengíteni az uniós jog alkalmazását. Jó? Tehát csak azért, mert ez, már most olvastam olyan kommentárokat, hogy hirtelen megváltozott, meg mit tudom én, az uniós, az EU bíróságának a gyakorlata. Igen, valamennyire bizonyára más, mint a korábbi felállás, de egyébként nekem korábban is bajom volt azzal, hogy vannak nemzetközi egyezmények, és úgy gondolkozunk róla, meg jogászok úgy gondolkoznak ezekről a nemzetközi egyezményekről, hogy akkor nem kell alkalmazni. Na most mit gondoljunk erről a döntésről? Én megmondom őszintén, én azt gondolom, és ez valamennyire kapcsolódik egyébként az előző ilyen videóhoz, ami a neoliberalizmusról szólt, hogy szerintem az problémás, amikor az oktatásnál azt mondjuk, hogy egy majd magánegyetemet megvédünk, viszont egy állami egyetemet nem. Tehát az, amikor ilyen módon teszünk különbséget, ezt ugye az előző oktatásos videóban is elmagyaráztam, tehát amikor ilyen módon teszünk különbséget szereplők között, az egyébként tényleg problémás. És ezt hozzáteszem, hogy ez egy kicsit röhelyes, mert a kormánynak, a magyar kormánynak volt most legutóbb az érve, hogy az EU bírósága diszkriminál, mert máshogy kezeli a kormány, az állami egyetemeket, meg a magánegyetemeket. De egyébként szerintem ebben van valami. Tehát a probléma az, hogy itt adott egy alapjogsérelem, az akadémiai szabadságot tapossák le, és ehhez képest milyen érvelést használ, tehát azt támogatom, hogy azt mondja az Európai Bíróság, hogy a CEU esetében megsértette Magyarország az EU jogot, meg ezt a GAC, ugye ezt a nemzetközi egyezményt. Az egy dolog, de hogy egyébként az érvelés maga, az úgy épül fel, hogy egy ilyen gazdasági köntösbe van bújtatva. Az olyanokat, mint én, nagyon sokszor aktivistáskodással vádolják. Most is ez a cikk, amit olvastam, hogy hát a bíróság az ilyen-olyan aktivista döntést hozott. Nem, szerintem ez nem aktivista döntés. Az lenne aktivista döntés, ha valamelyik európai bírósági bíró egyszer végre az életben fölvállalná azt, hogy le van írva, hogy az Európai Unióról szóló szerződésben ugye bele van írva, hogy vannak bizonyos alapértékeink, amikor az egyes államok csatlakoznak az Unióhoz, akkor is aláírnak egy csomó mindent, és gyakorlatilag mondjuk, amikor mondjuk úgy alakítod át az oktatásodat, hogy politikai alapon letaposol intézményeket, az ezzel nem konform, és sérül az akadémiai szabadság. Na most az a nagyon-nagyon érdekes, hogy eddig, ha megnézitek, ez a döntés ilyen nagyon körmönfont utakon jut. Tehát a végén elemzi a kartát, az alapjogi kartát, hogy hát az unión belül, hogy hát azt lehet alkalmazni amiatt, mert a GAC miatt, meg a belső piac, vagy szabályok miatt alkalmazható, de hogy gyakorlatilag ennek kellene a lelkének lenni, tehát nem a végére kéne rakni ezt ilyen dísznek, hanem tulajdonképpen rendes körülmények között az elejére. És hogy ez miért fontos számomra? Azért fontos számomra,
Mert én azt gondolom, hogy az tényleg nonsens, hogy mondjuk a magyar egyetemeket át lehet alakítani, kormányzati embereket odarakni, akár diszkriminálni is lehetne, és tulajdonképpen nem csinálnánk semmit, míg mondjuk a piacot, azt viszont kezelhetjük úgy, hogy a piaci intézményeket valamilyen módon megvédjük. Ez a világkép, ami arról szól, hogy a piacon ott kell szabadság, meg biztosítsuk a piaci résztvevőknek mindent, viszont bármilyen egyéb szektorban nem kell, ez szerintem káros és rossz. Tehát az EU az mondjuk tényleg akarna valamilyen értékközösség lenni, akkor ezt meg kellene haladni. És még egy dolog, ugye azt szokták mondani, amit utaltam itt is, hogy ez ilyen aktivistás döntés, de szerintem valahol pontosan az aktivizmus, amikor azt mondom, hogy le van írva szabályokban, hogy alkalmazni kéne a EU jogot, és hogy bizonyos szabadságok vannak, hogy emberi jogok vannak, stb., és utána mégsem tesszük. Emögött azért jelentős részben az van, hogy az államok nem akarnák, hogy belebeszéljenek abba, hogy ők mit, hogyan szerveznek. És félnek egyéb államok is, tök mindegy, hogy demokratikusak-e vagy sem. Most gondoljunk bele, ugye itt megint kirakom ide a német videóm kapcsán, ami leírja, hogy Németország ugye hogyan lázadt most legutoljára fel kvázi az EU jog alkalmazásával szemben. Már olvastam megint német tudósoktól cikkeket, amik azt mondják, hogy Németországot ezért nem kéne elővenni, igaz? Egyszer csak valami oda menne és azt mondaná, hogy na hát gyerekek, hát a Német Alkotmánybíróság az tulajdonképpen nem szeretné betartani az uniós jogot, ébredjetek már fel, és eljárási vita ellenük, akkor mindenki meg lenne lepődve, meg lenne sértődve. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszor onnan fúj a szél, hogy ezeket az alapvető fontosabb szabályokat nem alkalmazzák, hogy maguk is félnek. Ráadásul ugye egyre inkább kezd elterjedni, és ez nem csak radikális körökben, meg szélső jobb, meg mit tudom én, hanem a mainstreamben is, hogy nem szabad hagyni azt, hogy valamilyen módon egy ilyen kvázi idézőjelben ilyen liberális terror legyen, ami majd mindenbe belebeszél, hogy ezt vagy azt a kérdést, azt hogyan kell szabályozni. Tehát ennek megint jelenik meg, és ezt jó ideje látom a szakirodalomban a különböző szövegeket, a szépen építik fel a hátterét, és ezt ugye a jogi pluralizmusra építik fel, tehát azt mondják, hogy ez a jogi pluralizmus, de valójában a jogi pluralizmus az tulajdonképpen egy ilyen relativizmus. Tehát valahol az egy ilyen sajátságos nihil, ahol arra gondolnak emberek, hogy bizonyos alapjogokat nem kell érvényesíteni, vagy bizonyos országoknak nem kellenek feltétlenül alapjogok. Csak ezt ugye így nem mondják ki, hanem azt mondják, hogy nem akarnak beavatkozni, és bizonyos esetekben beavatkoznak, mint a CEU esetén, más esetekben pedig nem avatkoznak be, mint például az akadémia esetén, vagy mondjuk az SFE esetén nézzük meg, hallottunk EU eljárásról, nem hallottunk EU eljárásról, és én a magam részére ezt nagyon-nagyon problémásnak tartom, szerintem ez egyre rosszabb üzenetet küld kifele. Azt az üzenetet, hogyha mondjuk valami gazdasági társaságként funkcionál, akkor ennek megadunk bizonyos jogokat, és hogyha nem gazdasági társaság, akkor nem. És szerintem ez alapvetően igazságtalan, és alapvetően ilyen értelemben ez az egész szemlélet, ez egy ilyen piaci fundamentalista logikára épül számomra. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, akkor ennyi lett volna mára, és akkor innen folytatjuk, és szuper, hogy itt vagytok, szevasztok!